A Tamás és a város környéki önkormányzatok szociális integrációs központja évzáró rendezvényre invitálta meg munkatársait, a velük kapcsolatban álló települések polgármestereit, és természetesen nem utolsó sorban azokat, akikkel nap mint nap kapcsolatban állnak. Igazából az volt a legfontosabb, hogy egy olyan emlékezetes estét tudjak nyújtani mind az időseink, mind a kollégáink és a polgármestereink számára, amire talán a későbbi napokon is szívesen fognak gondolni. A leghangsúlyosabb pedig az, hogy a fellépőink mellett most rendhagyó módon készültem egy olyan összeállítással, ami felöleli a 2022-es évünknek az olyan fajta munkáját, ami igazából leginkább karitatív tevékenység, tehát nem a megszokott jogszabályban előírt kötelezettségünkről és feladatunkról szerettem volna beszélni, hanem azt az oldalt is szerettem volna megmutatni, ami akkor zajlik, amikor odaállunk egy jó ügy mellé, vagy éppen egy pályázatot szeretnénk megírni, és ne adj úristen sikerül, és örülünk, és meg is tudjuk valósítani, hogy mennyi ilyenünk volt ebben az évben, mert úgy gondolom, hogy a 2022-es bármennyire is nehéz, hiszen most azt gondolom, hogy nem árulok el azzal a titkot, hogy mindenkinek nehezebb, mégis úgy gondolom, hogy ezen a téren rendkívül sikeresek voltunk, és nagyon mozgalmas év áll mögöttünk. A rendezvény alkalmával több fellépő is gondoskodott az ünnepi hangulatról. A helyi óvodások, iskolások is kiálltak az egybegyűltek elé verseikkel, énekeikkel, de a régmúltból is szólalt meg dal. Az intézmény vezető évvégi beszámolójából kiderült, hogy a 2022-es év legnagyobb sikerének azt a szerződést tartja, amelynek köszönhetően egy üzletlánc helyi boltjából nap mint nap élelmiszeradományt kapnak. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület partner szervezetévé válhatunk, amiben nekem rengeteg munkám van, és ez egy hatalmas dolog. Két évre köthettünk velük szerződést, ami azt jelenti, hogy minden áldott napon hozhatunk élelmiszeradományt. Ez naponta 60-70 kilót is jelent akár, és nem csak Tamásiba tudjuk szétosztani, hanem a 14 társult településünk között is. Nagyon sokan vannak eleve a rendszerünkben, hiszen a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a központ munkatársai eleve már a munkájuk során találkoznak olyan nehéz sorsú gyermekekkel, családokkal, ahol kérés nélkül visszük oda az adományt, hiszen tudjuk, hogy jól jön. Viszont az utóbbi időben egyre többen megkeresték az intézményünket olyan rászorulók is, akik szerették volna jelezni azt, hogy bajban vannak, hogy segítséget kérnek, és lehetőségeinkhez mérten próbáljuk ezeket az igényeket is teljesíteni, de természetesen csak azután, hogy ezeket az igényeket felmértük, és megbizonyosodtunk arról, hogy mennyire valósak. A nemrégiben létrehozott Közel a Segítség Alapítványról is hallhattak az évzáró rendezvény résztvevői, akik a kuratóriumi tagokat is megismerhették az esemény alkalmával. 2014 óta vezetem ezt az intézményt, és nekem már egy nagyon régi álmom volt az, hogy én szerettem volna, ha ennek az intézménynek van egy saját alapítványa. Ez azért számomra azért volt fontos, mert a pályázati kiírásokat tekintve rengeteg olyan lehetőség van, amit civil szervezetként tudnánk csak megpályázni. Viszont maga a lehetőség az a mi profilunkba is vág. De erre nem volt lehetőség, mivel nem volt civil szervezet mögöttünk. Így én abban reménykedem, hogy ennek az alapítványnak a létrehozásával esetleg több pályázati lehetőségünk lesz a jövőben. Három kuratóriumi tagunk van, és egy elnök. Az elnök szakmailag szorosan kapcsolódik intézményünkhöz, hiszen ő a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa, Kankainé Gergely Gabriella személyében.
Maga az alapítvány tevékenysége és a célja, az pedig abszolút szorosan fűződik és kapcsolódik mindahhoz a szolgáltatáshoz és tevékenységhez, amit intézményünk nyújt. Tehát szeretnénk olyan jó ügyek mellé állni, amit intézményként nem tehettünk meg, de egy alapítványnak esetleg könnyebb. A Tamási és a város környéki önkormányzatok szociális integrációs központjának évzáró rendezvényét egy vacsorával és jó hangulatú beszélgetésekkel zárták.